Sziasztok! Ez itt az Életre Való. Én Pollák Dávid vagyok, és ismét itt vagyok a Veritas Akadémia Budapest két középiskolás diákjával, Tomival és Bencével. Sziasztok! Szia, Dávid! Ha néztetek minket, akkor az előző heti műsorban a boldogságról, a boldogmondásokról beszélgettünk, és azt fejtegettük, hogy az emberek hogyan keresik ma a boldogságot, a fiatalok hogyan próbálnak boldogak lenni, vagy hát nagyon sokan ugye a boldogságot mutatni magukról mások felé, és hogy mennyire téves, mennyire zűrös dolgokban keresik az emberek az örömöt, örömmel pótolják a valódi, mély, tartalmas, tartós boldogságot, és ehhez képest ugye nekünk, akik szeretnénk egyfajta tartalmasabb boldogságot magunkénak tudni, mennyire fény lehet Jézusnak az útmutatása, hogy hogyan lehetünk valóban boldogok. És felolvastuk a boldogmondásokat. Lelki szegények, sírók, szelídek, igazságra éhesek és szomjazók, irgalmasok, tiszta szívűek, béketeremtők, és azok, akiket az igazságért üldöznek, őket mondja Jézus boldogoknak. És szeretném, ha ma kicsit ezt kifejtenénk. De megkérdezlek előtte titeket, hogy mi volt életetek legboldogabb pillanata? Ez nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően tényleg rengeteg boldog esemény volt már az életem során. Egy legboldogabbat választani. Általában szerintem tudod, vannak ezek, hogy gondolja a legboldogabb pillanatra az életedben, és akkor majd ezek a jogás feladatoknál. Amúgy egyre szoktam gondolni ilyenkor, lehet már csak azért, mert mindig is arra gondoltam. Volt egy pillanat nekem, amikor családdal együtt tudtunk nyaralni, és egy vízparton voltunk, és készülöttünk, hogy megyünk ilyen fánkozni, amikor húznak a vízen egy ilyen kis matrac után. Igen. És hogy készülöttünk arra, hogy mindenki izgult, mindenki először ment rá, és hogy ahogy boldog, ez egy teljesen egy nagyon boldog közeg volt, hogy együtt, mindenki együtt izgult. Igen, gyermeki. De nagyon vártuk, igen. Aha. A szüleim is egy kicsit gyerekesen viselkedtek, hogy ők is izgultak. Nagyon összehozta az a pillanat a család. Szerintem azt tudnám mondani, hogy ez egyik legboldog. Neked ez így beleégett a fejed. Ez nagyon beleégett, aha. Igen. A kép, az érzés, a hangulat, a hőmérséklet is. Hát el tudom képzelni. Igen. Bence, neked esetleg? Hát én is valami ilyen nyaralás mondanék. Talán még emlékszem, osztálykiránduláson voltunk Erdélyben. Uh-huh. És volt valami kútszerű, vagy valamilyen mosoda, és ilyen az öreg nénik így kimentek oda a ruhákat megmosni, aztán visszavitték ilyen kis nagy tálakba, minden. Aztán ott volt közel a szállásunk, az osztálya, és így este egy olyat gondoltunk, szerintem pont valami fogadás volt, nem vagyok benne biztos, mert lehet, hogy teljesen elborult az agyunk, és fogadás nélkül is megtettük ezt, de belementünk a jéghideg vízbe este, és csak annyit látunk, amikor így futtunk vissza, így a kerítésen átmászunk, hogy így pizsamában félelmesen kijön az osztályfőnök, és így végig tekint rajtunk, és utána visszafordul és visszamegy aludni, ez szerintem reménytelenek már. Hogy az arca így benne van a emlékeit. Nagyon jó pillanat volt. Hát igen, ezek a kapcsolati, mély lelki élmények, jó. Mind a ketten ezeket igen. Mondtátok, és valószínűleg a legtöbben ezeket mondanánk. És amikor keressük a valódi mély boldogságot, és próbál minket az Isten is ebben útba igazítani, ő is ezekhez, a mély lelki élményekhez, felejthetetlen pillanatokhoz és életeseményekhez kapcsolja a boldogságot. Például, amikor valaki sír, amikor egy mély gyász van az életében, vagy amikor valakit az igazságért üldöznek. Vagy amikor valaki megkegyelmez, megirgalmaz valakinek, vagy egy nehéz szituációban békét teremt. Úgyhogy szeretném, ha egy kicsit ezeket meg is néznénk mélyen. Szerintetek, és a legelső boldog mondás az pont egy ilyen kibogozhatatlannak hangzik, hogy boldogok a lelki szegények. Kik azok a lelki szegények? Ezt amikor meghallottam, hogy lelki szegények, ezen azonnal elkezdtem gondolkozni, hogy most lelki szegény, de boldog. A boldogság azért valószínűleg belülről ered, ugye a lelkünk akkor boldog, de hogyha szegény ott, akkor hogy lehet boldog? Ez én gondolkoztam, de igazán nem jutottam szerintem túl sok mindenre, az a baj. Én is így összeraktam, hogy szegény lélekben,
így hogy tud egymás mellett megférni. Szerintem ilyenekről gondolkodtam, hogy lehet szegény esetleg rossz pillanatokban, vagy esetleg szomorúságban, uh-huh. és akkor lehet, hogy dominánsabb így a lelkében uh-huh. a boldogság, uh-huh. vagy hogyha kevesebbet tudsz, akkor szerintem akkor is sokkal boldogabb vagy. Egy ignoráció, hogy ignorálom, és akkor boldogabb leszek. Igen. Na mindenki ilyesmiket keresgél, és a valóság az, hogy ugye ki kell bontani az eredeti szöveget, ugye görög volt akkoriban 2000 évvel ezelőtt a világnyelv, Jézus arámi nyelven beszélt, ami egyfajta ilyen kevert nyelv volt, és... Félreértelmeztük a szegény szónak a... Ez is lehet. Igen. Pontosan ez történt, ugye, hogyha olvasunk egy ilyen tanácsot, ugye, hogyha kiposztol egy celeb egy idézetet, akkor nem lehet azt csak úgy megosztani, hanem azért jó utána nézni, hogy na várjunk, ki mondta, miért mondta, mit értett alatta? Igen. Mert azért lehet, hogy teljesen mást ért alatta. És képzeljétek, hogy itt is ez van. Eleve az, hogy boldogok, képzeljétek a makariosz, görög szót használja Jézus, ami nem teljesen ugyanazt jelentette, mint ma, hogy hát boldog vagyok, hogyha elmegyek nyaralni, hanem ott az azt jelentette, hogy akit az Isten megáld, akinek szerencsés az útja, sorsa, és aki valamiféle módon reményteli állapotban van. Tehát, hogyha mondjuk beteg volt, vagy nem volt olyan fizikumú állapotban, akkor az már nem volt boldog akkoriban így? Mondhatjuk, vagy nem tudom, tehát akkor így gondolkoztak róla, hogy aki jó áldottsága volt, az a boldog. Nagyon jó a felvetésed, Tomi, mert pont ellenkezőleg. Mert arról az emberről gondolták azt, hogy boldog, aki egy olyan nehéz helyzetbe jutott már el, hogy rászorult arra, hogy segítséget vegyen igénybe, és most már nem csak a rokonoktól, nem csak a barátoktól, meg a hatóságoktól, hanem ugye Istentől is. Mm-hmm. És ugye a mai világban, a posztmodern kultúránkban biztos észrevettetek, nagyon lenézzük azokat az embereket, akik rossz helyzetbe kerültek, nem képesek elérni valamit a saját erejükből, nem sikeresek, vagy hogyha sajnáljuk őket, akkor lesajnáljuk őket. És érdekes, hogy régen ők rájuk nem úgy néztek, hogy na, akkor nekik valami nem jött össze, ők elbénázták, hanem ők egy olyan reményteli állapotban vannak, hogy ha jó helyen keresik a segítséget, akkor ők a legboldogabbak. Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik fölismerik, hogy lelki szükségletben vannak. Ez most lehet, hogy egy kicsit olyan furán hangzik, de ha te úgy vagy, vagy én úgy vagyok otthon, hogy összetörve nézek magam elé, és azt mondom, hogy hát nem jöttek össze a dolgok. Istenem, szükségem van rád. Lehet, hogy tök lúzerul hangzik ezt így kimondani, de Istenem, itt már csak te tudsz segíteni. Igen, ez teljesen, tehát elérünk egy olyan pontot, ahol már nincs semmi, mert az emberek lenéznek belük, nem tudok kapaszkodni, nem tudtam elérni valamit saját akaratom által, és ezért is néznek le. Ilyenkor már így a földi világban teljesen nincsen sehova, hogy amiért nyúlni lehetne. Ez így most már értem azért. Ez nagyon érdekes egyébként. Én is láttam egy ilyen Instagram sztoriban pont uh-huh. valamiért, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy melyiket választanád inkább, uh-huh. hogy gazdag lennél, de boldogtalan, uh-huh. vagy inkább boldog, de szegény. És azt hittem azért, hogy az emberek többsége tényleg a boldog, de szegényt választja, de tulajdonképpen még az is lehet, hogy több, egy ilyen 60-40%-os arányban a gazdag, de boldogtalant választották, uh-huh. amit én azért félelmetesnek találok. Igen, uh-huh. én is találkoztam ugyanezzel a trenddel kapcsolatban, és olyanokat láttam, hogy ez akkor választotta a gazdag, de szomorút, és akkor bevágtak természetesen a képeket, hogy jaj, szegény a sírt a luxus jachtján, de ez persze így most ironikusnak nézett ki, hogy ő prezentálta nekünk, hogy a luxus jachtján sír, de hogyha belegondolunk, és tényleg gazdag, de szegény, akkor ott az nem egy túl jó gondolat, szerintem. Durva, nem? Ezt választják az emberek. Akkor mit kommunikál ez a világ értékrendjéről? Ugye? Mit kommunikál ez a világ, meg a veletek egykorú fiataloknak a boldogság vágyáról, a reményeiről? A mai világban szerintem már a mi korosztályunknak teljesen azt sugározza, és azt mondja, hogyha pénzed van, hatalmad van, akkor te boldog vagy, és hogy ez azzal egyenlő, uh-huh. de ez sajnos sokszor nem így van, vagy hát ez nem így van igazán. Ehhez képest meg ugye itt van nekünk a, tegyük föl, hogy van Isten, uh-huh. tegyük föl, hogy ő teremtette a világot, ő ismer minket a legjobban, és ő azt mondja, hogy nem ezektől leszünk boldogok, hanem attól, hogy merjük bevállalni azt, hogy
lelkileg rászorulunk, és ezt kifejezzük. Merjük bevállalni azt, hogy sírunk, és azt mondjuk, Istenem, nem jöttek össze a dolgaim, rád van szükségem, mert én itt már. Merjük bevállalni azt, hogy szelídek vagyunk, boldogok a szelídek. Mert ugye ma kiket tartunk sikeresnek? Határozott, erőteljes embereket. Így van. És az, aki, ugye biztos láttatok Keanu Reeves New Yorkban. Uh-huh. De nem láttam. Tudjátok, ő a Matrix, meg egy csomó. Igen. És ő eladományozta a kórházaknak a vagyonát, metrón közlekedik. De nagyon nehéz élete volt a, hát sajnos őt. Hát az felesége is meghalt, meg szerintem gyerek problémái is voltak, meg kutyája is meghalt, elvált, nagyon sok probléma volt, igen. De... Szerintem is ezt érdemes megtekinteni, hogy úgy tényleg sokkal könnyebb látni azt, hogy kiszorul rá, meg sokkal könnyebb segíteni, hogyha te is átélted már ezt a bizonyos dolgot. És ez tényleg olyan jó látni, hogy vannak ilyen színészek is, meg akiket nagyon sokan követnek, van pár ilyen, akire így fel lehet nézni. Igen, szerintem nagyon kevesen néznek snookert, úgy gondolom a mikoroszonyban, de apukám által én ott eléggé ismerem, és van egy Ronnie O'Sullivan nevezetű, most már 7-szeres világbajnok, egy nagyon híres játékos, és ő is szerintem nagyon példát lehetne róla venni, hogy nem adta be a derekát magának az ilyen gazdag óramárkáknak, mert igazán azzal lehet ott reklámozni snookerbe, mert az az egy, ami nincs megadva, hogy mit viselj, és akkor mindig jönnek az újabb és újabb sztárok, akik minél drágább órát viselnek, ő megfogta, ő nem ezt szeretné bemutatni, nem ezt szeretné prezentálni, és egy 20 dolláros kis Casio órával nyomja, úgyhogy 7-szeres világbajnok is az egyik föld egyik legjobb snookeres, és szerintem ezeken nagyon fontos, hogy ilyen emberek legyenek. Nagyon jókat mondotok. Meg is akartam kérdezni egyébként, hogy lehet-e az, hogy valaki élsportoló és szelíd? Egyszerre. Hát, nagyon nehéz kérdés. Szerintem mind a ketten azért rendesen sportolunk. Nehéz elválasztani. Nálam például, amikor én atletikára futni járok, és nagyon mert engem mindig kikapcsol, de mindig emellett hoz egy ilyen határozott agressziót mellé, azáltal, hogy most oda megyek és széttépem a pályát, és most mindent beleadok. Ez nagyon sokszor például észrevesz, hogy nagyon nehéz elválasztanom az előtte és az utána lévő fél órában a családomtól, ahol pedig ugye alapvetően nyugodt és kedvesek vagyunk egymással, de nagyon, amikor már hangolódok az edzés, akkor nagyon nehéz szétválasztanom ott, hogy már most már agresszív vagyok, és akkor ott kicsit néha lehet, hogy nem tudom, nem úgy viselkedek a szüleimmel. Igen, abszolút nehéz. Igen. Az előző kérdés, arra már igazából válaszoltatok is, anyagilag jó helyzetben lévő és lelki szegény lehet valaki egyszerre, ugye ezt már kifejtettük, és az utolsó kérdésem, hogy lehet-e valaki sikeres ügyvéd és irgalmas egyszerre? Ugye látjátok a dilemmát, hogy ez is rávilágít arra, hogy keresztényként a mai világban... Ez kicsit úgy látom, mint hát elnézést a politizálok, de az ilyen lehet-e tisztességes egy politikus. Hát mivel az ügyvéd azt a munkát végzi, amit kiszabtak neki, az nem biztos, hogy mindig szép lesz, meg jó lesz. Szóval lehet, hogy van akit. Hát nem az irgalmasságra úgymond érdemelte ki azt, amit csinált, ezért hát nem tudom, hogy minden helyzetben lehet-e irgalmasnak lenni, de azért úgy gondolom lehet centralizálni ezt a... Szerintem az is nagyon fontos, hogy ne csak az állásáról ítéljük meg, mert szerintem nagyon sok ember piszkos munkát végez, és nem is azt mutatja be, amilyen ő valójában, és szerintem szerintem ez fontos megnézni, hogy igazából ő milyen maga az ember a hétköznapokban, és azért, mert ő most bíró, vagy ő egy nem tudom, egy börtöncellában egy fegyelmező rendőr, attól még ő lehet, hogy a legkedvesebb és a legegyüttérzőbb ember. Tehát szerintem ez fontos, hogy nem a munkájáról ítéljük el az embert. Akkor mit javasolnátok magatoknak, osztálytársaitoknak, bárkivel, akivel összefuttok az életben, hogyha szóba jön az, hogy figyú, én ilyen sikeres, olyan boldog, így akarok érvényesülni,
Hogyan hoznád be egy beszélgetésbe azt, hogy mi a valódi boldogság az isteni mérce szerint? Én szerintem őszintén nem tudnám én magam megfogalmazni az isteni mérce szerinti boldogságot, de lehet, hogy csak az, hogy amikor már tőle kérsz segítséget, és, és megnyilvánulsz, és elmered mondani, hogy neked segítségre van szükség. Most mondtad el, Tomi, végül is, igen. Igen. Köszi a beszélgetést, srácok! Ennek a mai résznek ugye az volt a lényege, hogy felfedezzük, hogy a boldog mondások miről is szólnak, és a boldog mondásokban szereplő emberek ugye szükséget szenvednek valamiben, és épp ezt teszi őket nyitottá és képessé arra, hogy egyedül Istentől fogadják életük feltételeit és ajándékait. Igyekezzünk ezt képviselni a világban, az osztályban, mindenhol, edzésen, ahova csak jutunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez volt az Életre Való, jövő héten találkozunk, sziasztok!